Köszönöm szépen. A címmel ellent nem egészen arról fogunk beszélni, hogy a cím, leadott címben van, de azt úgy vettem észre, hogy nem én vagyok egyedül ezzel. Tehát a leadott címmel ellentétben én a hazai filozófiai folyóiratokat 1968 és 72 között vizsgáltam. A marxizmus státuszáról szóló tanulmányokat kísértem figyelemmel. Ebből a nagy cikk áradatból most különösen Márkus Györgyre és környezetére fogok koncentrálni. Azzal a feltételezéssel éltem az olvasás közben, hogy 1968-ban és az azt követő években egy kérdés fontossá vált, egy fontos elméleti kérdés, hogyan lehetséges olyan marxi gyökerű elméletet alkotni, amelynek nézőpontjából egy összehasonlítás tehető a kelet- és nyugat-európai fejlemények és mozgalmak között, és amely közös szellemi bázist képezhet keleten és nyugaton a kialakuló mozgalmaknak. 1968-ban a marxizmus státuszáról szóló egyik legizgalmasabb tanulmány véleményem szerint Márkus György Viták és irányzatok a marxizmusban című műve, részben Lukácsnak válaszolt, Lukács és Márkus György cikke is a kortárs 1968-as egyik számában jelent meg. Márkus kérdése az volt, hogy a megélénkülő viták mellett beszélhetünk-e kikristályosodott irányzatok kialakulásáról a marxista filozófiában. Márkus azt mondja, irányzatok ott vannak, ahol egyrészt a marxizmus feladatának, tárgyának különböző felfogásairól van szó, másrészt, ahol a megkülönböztetésre hivatkozva a kutatási programok elkülönülnek egymástól. Harmadszor, ahol a tárgy és a módszer megkülönböztetéséből adódóan erőteljes álláspontbeli különbség adódik a kérdések megválaszolásában. Négy irányzatot különböztet meg. Az első, ugye a válasz az, hogy vannak irányzatok. Az első a terjedelmi felfogás. Nézőpontja szerint az egyes anyagi jelenségek, mármint a terjedelmi felfogás nézőpontja, álláspontja szerint az egyes anyagi jelenségek, rendszerek különös törvényszerűségeit tanulmányozó szaktudományokkal szemben a marxista filozófia feladata a valóság, a természet, a társadalom, a gondolkodás legáltalánosabb törvényszerűségeinek bemutatása. Ezen irányzat szerzői visszautasítják ugyan a második internacionális teoretikusainak álláspontját, amely szerint a marxizmus nem filozófia. Paradox módon viszont éppen azt az álláspontot erősítik, hogy a természet és a társadalom működését nagy törvényszerűségek uralják, amelyeken döntően nem változtathatunk, legfeljebb kiismerhetjük őket és hozzászabhatjuk cselekvésünket. Márkus meg is jegyzi, ezt a koncepciót Sztálin és az őt követő teoretikusok kodifikálták, de mai napig uralja, mármint 1968-ig, a szellemi életet. A gyakorlati és elméleti politikák is felmerülnek ezzel az irányzattal szemben. Gyakorlati probléma az, hogy ez a megközelítés uralja, amit említettem, a hivatalos egyetemi és szellemi szférát is. Ez a nézet filozófiai igazolást nyújt, vagy látszólag filozófiai igazolást nyújt aktuálisan meghozott politikai döntéseknek, filozófiai köntöst ad a korlátozó adminisztratív intézkedéseknek. Elméleti probléma is fölmerül, a legáltalánosabb törvények fogalma Márkus szerint nem alkalmas arra, hogy a filozófiát a szaktudományoktól elkülönítse. Először is feltehetően vannak olyan szaktudományos állítások, amelyek minden jelenségre érvényesek, másrészt vannak olyan partikuláris, például a marxista etikához, esztétikához, antropológiához, stb. Tartozó állítások, amelyek a marxista filozófia hangsúlyos állításai lehetnek. Harmadszor, ha lehetséges is a legáltalánosabb törvények felfedezését célul kitűző tudomány, az vélhetőleg inkább az ideológiai semlegesség irányába vinne minket, ellentétes irányba, mint amerre menni szeretnénk, mintsem az emancipatorikus érdekeket is magába foglaló elmélet felé. Nem felelne meg tehát a marxista filozófia világnézet megalapozó funkciójának. Ezzel szembeállítva vázolja föl egyrészt egy szientista marxista irányzat lehetőségét, amely a tudományokban alkalmazott módszerek, gondolati eljárások, logikai ismeretelméleti elemzését végezni el, amely feltárja ezeknek kialakulásának történelmi, társadalmi összefüggéseit, és hipotéziseket fogalmaz meg a tudomány jövőbeli fejlődésére vonatkozóan. Másodszor, vagyis harmadszor a terjedelmi felfogáshoz képest, az ideológiai kritikai irányzat lehetőségét vázolja föl,
amely a különböző filozófiai elméleteket bizonyos társadalmi osztályokhoz, rétegekhez, csoportokhoz tartozó érdekek hamis tudati megfeleltetéseként, reprezentációjaként leplezi le. Harmadszor megkülönbözteti a társadalom ontológiai felfogást, természetesen az idős Lukácsra és követőinek munkásságára hivatkozik. Hosszan elemzi Lukácsnak azt a gondolatát, amely élesen szemben áll a terjedelmi felfogás törvényközpontú determinista felfogásával, és amely az embert, mármint ez a Lukács típusú ontológiai elmélet, az embert válaszadó lényként fogja föl. Az ember a történelem adott pontján mindig az újabb nemzedék számára teremt új lehetőségeket. A következő nemzedék e felfogás szerint objektív módon fejlődési lehetőségekre és alternatívákra talál, amelyeket adekvát vagy inadekvát módon is értelmezhet, amelyekkel élhet is, vagy vállalva a hanyatlás kockázatát vissza is utasíthat. Márkus Győrnek az irányzatok bemutatásáról szóló beszámolóját több szempontból is sajátos aszimmetria jellemzi. Az első aszimmetria, ami legszembetűnőbb, a terjedelmi felfogás és a másik három irányzat között mutatkozik meg. A terjedelmi felfogás alapfeltevéseit elhibázottnak tartja kezdettől, és ráadásul a posztálini uralmi tendenciákat ellepező ideológikus felfogásként leplezi le őket. A másik hármat viszont a marxizmus művelésének adekvát formájaként írja le. A társadalomontológiai felfogást, ez a következő pont, ami miatt úgy érezhetjük, itt valami aszimmetria van, társadalomontológiai felfogást olyan meggyőzően és sodró lendülettel írja le, hogy láthatóvá válik, 1968-ban még valamilyen módon ennek a talaján áll. Ellenben azt is érezteti velünk, hogy a társadalomontológiai felfogás perspektívája szűk ahhoz, hogy abból adekvát módon kifejtse az egymással szemben álló marxista irányzatok mibenlékét, előnyeiket és hátrányaikat vizsgálva rangsorolni tudja őket. Így viszont fölmerül a kérdés, hogy a marxizmusról szóló elmélete megengedi egyáltalán egy kvázi objektív filozófia történeti vagy tudományfilozófiai nézőpont érvényesítését, amelyből kiindulva egy ilyen összehasonlító elemzésre egyáltalán lehetősége adódna. A legtöbb értelmező joggal emeli ki Márkus elemzésének a bátorságát, annak elismerését és komoly elemzését, hogy irányzatok nem csak a polgári filozófiában léteznek, mint ahogy a Tordai Zádorra jegyzett közös könyvük címe mutatja, hanem a marxizmusban is léteznek. Kevésbé kap hangsúlyt viszont az értelmezésekben, hogy Márkus cikkének van egy fontos tétje, a szintézis lehetőségének kérdése. A cikk felütéséből számomra az derül ki, hogy Márkus ekkor még hisz a marxizmus reneszánszának programjában. Ugyanakkor az is világos, hogy Lukács értelmében a marxizmus reneszánsza nem pusztán vitákat és a pluralizmus megteremtését jelenti, ahogy az előző előadásban is elhangzott, egy disziplináris, disziplinánkénti fejlődést ígér a marxizmus reneszánszának programja, és egy egységes, ráadásul egy egységes kollektív cselekvés világnézeti alapjainak megteremtését. Az irányzatok bemutatása, az ellentétei kiélezése viszont olyan jól sikerült Márkusnak, hogy ezen a ponton már nehezen tudunk elképzelni bármilyen a marxizmuson belül létrejövő szintézist. Márkus végül a marxizmus reneszánszának programját nem a pluralitás fogalmához kapcsolja, de nem is a szintézis fogalmával kapcsolja össze, ahogy azt Lukács több helyen teszi, hanem a reorientáció igényével kapcsolja össze. A marxizmus reneszánsz a marxista elmélet önkritikájának igényét hordozza magában. Ez a felülvizsgálat viszont szükségszerűen ellentétes kísérleteket szül. Nem szükségszerű viszont, hogy az irányzatok közötti szintézis megszülessen. Végkicsengése számomra ennek a cikknek, hogy inkább csak reményünk marad arra, hogy a történelem folyamán valamikor, ha nem is a közös világnézet, de a közös cselekvés az irányadóként szolgálható, valamilyen közös perspektíva kikristályosodjon. Márkusnak a marxista irányzatokról szóló cikkének megszületéséhez a nyugati újbaloldali marxista irányzatok térhódítás és megismerése nagyban hozzájárult, ezt jelzi is. Azonban példái leginkább a korabeli lengyel, szovjet, cseh, jugoszláv és magyar filozófiai irányzatokról és vitákról szólnak, és érezhetően nem is ölelik föl a nyugati irányzatokat. Van egy Althusserről szóló lábjegyzet, de ez a lábjegyzet is arról szól, hogy Althussert nem tudja elhelyezni ebben a
vitákat fölvázoló kategóriarendszerbe. Talán nyitni kéne egy ötödik kategóriát, mondja vele kapcsolatban. Tehát a két tanítványa viszont, Bence György és Kis János a következő év során megjelent tanulmányaikban éppen a nyugati diákmozgalmak jelenségei felől, tehát bizonyos szempontból ellentétes oldalról indul, és a nyugati újbaloldali és marxista irányzatok felől kérdez rá egy átfogó marxista kritikai teoretikus nézőpont megalapozásának lehetőségére. Bence György 1968-ban az új írásban publikálta a Márkúze és az új baloldali diákmozgalom nyugat című cikkét, amelyben a nyugat-európai diákmozgalmakat tanulmányozza. Alapvető tapasztalata, hogy a diákok a fennálló intézményekkel szembefordulnak, ezekben elnyomó hatalmakat, kreatív energiáik elfolytóit látják. Megvan a veszélye, hogy ezt a jelenség, hogy ezeket a csak jelenség szintjén értelmezzük ezeket a társadalmi folyamatokat, és ez téves következtetésekre adhatna alkalmat a keleti és nyugati mozgalmak, törekvések, irányzatok hasonlóságára vonatkozóan. Bence hipotézise szerint a mozgalom hátterében az egyetem válsága áll. Egyrészt e válság miben léte adekvát módon írható le marxista elméleti keretben, utal rá Bence György. Az egyetem világában elidegenedett viszonyok uralkodnak, a korszak nagy óriás egyetemének és a diákságnak a viszonyát úgy írja le Bence, mint a munkás viszonyát a munkadarabhoz. A döntések elérhetetlen magasságban születnek meg, a diákok kis csavarként működnek a gépezetben, amelyek azonban alkalmattán meg is akaszthatják a gép működését. Másodszorban Bence fontos észrevétel, és ez túlmutat ezen a klasszikusnak nevezhető marxi perspektíván, hogy a diákok bizonyos követelései gyorsan célt érnek. Az oktatás módszeréről és stílusáról van szó. Ha viszont az oktatás tartalmáról, akkor a rendszer ellenáll. Bence szerint az egyetemi világnak van egy mély, áthatolhatatlan strukturális beágyazottsága. Bence hipotézise, hogy az államkapitalista monopolizmus működési mechanizmusáról van szó. A rendszer fennmaradásához, expanzív növekedéséhez arra van szükség, hogy az egyetem modern szakember gyárra alakuljon. A társadalmi konfliktusok így az egyetemek és az oktatás környékén fognak fellobbanni. A német mozgalmakat vizsgálja elsősorban Bence, amelynek alapvető hivatkozási pontja Herbert Marcuse. Bence az ő munkásságát viszont igen kritikusan elemzi. Marcuse a 20-as évek forradalmi hevületének elmúlása után azt a kérdést tette föl, hogyan fogalmazható meg adekvát módon a társadalom kritika programja. Marcuse válaszait hosszasan elemzi, egyrészt a 30-as években egyfajta népfront politikát ígért, a marxizmus és a racionalista filozófia ötvözését tekintette feladatának, Logoszról, Hegelről, a hegeli történelmi filozófiáról szóló elemzései jelennek meg. Az 50-es évektől viszont egyre inkább lemond a megvalósítás lehetőségéről. Társadalom kritikai nézőpont hangsúlyos marad, azonban nem egészül ki a társadalmi cselekvés programjával. A társadalom kritika így végeredményben hangsúlyosan a filozófia oldalára kerül, és nem a társadalmi aktorok oldalára. Marcuse végül igen problematikus diagnózis nyújt a késő kapitalizmusról. Ez szerint a termelőerők fejlődésére révén a munkaidő minimálisra csökkenhet, elvileg lehetőség nyílna a termelési viszonyok racionalizációjára, ellenben a profit érdekek olyan társadalmi mechanizmusok kialakulását követelik meg, amelyek egyre inkább domestikálják, integrálják az átfogó kollektív cselekvésre irányuló törekvéseket. Így jön létre, ismerjük ezeket a formulákat, így jön létre a békés egymás mellett élés szabadság nélküli világa, a represszív tolerancia világa, amely egyenjogú létezést biztosít az értelmnek és az értelmetlenségnek, amely lehetővé teszi a nagy társadalmi csoportok külön alkujait a társadalmi perifériára szoruló csoportok kárára. Bence számára azonban világos, hogy a Marcuse-i elmélet, amely az emancipáció lehetőségét nem tudja történelemfilozófiai mélységben kifejteni, másrészt amelyben a kritika a filozófia oldalára kerül, és nem találja meg reális társadalmi hordozóját, alapvető ellentmondásban áll a diákság céljaival, akik éppen hogy szövetséget keresnek a nagy társadalmi átalakulások végrehajtásához. Marcuse-nek mégis hatalmas ereje van. Minek köszönhető ez?
Bence szerint Marcuse ereje nem a társadalom kritikai mélységben áll, hanem két dologban. Egyrészt abban, hogy a totális integrációról szóló leírása is spontán módon összecsengnek a fiatalok legalapvetőbb élettapasztalataival. Másrészt, hogy a fiatalok Marcuse-nél találják meg a nemetmondás nyelvét, nemetmondás közös nyelvét, és az, hogy azonosulni tudnak az abszolút negáció Marcuse-i gesztusával. Kis Jánosnak a Rejtett Forradalom című írása már 1969-ben jelent meg, helyzetértékelésében már szerepet játszott a párizsi 68-as május tapasztalata. Kis János szerint új forradalmi erők léptek színre, amelyek legalábbis ideig óráig megbontották a rendszer egyensúlyát. A diáklázadók a munkásság egy terjedelmes részét is magukkal rántották. De sajátos értelemben vett forradalmi megmozdulásokról van szó, elmaradt forradalomnak, rejtett forradalomnak, arc nélküli forradalomnak nevezik sajtóban és az irodalomban ezeket az eseményeket. A helyzet minden esetre ellentmond a marxista alapú kritikai elmélet alapvető intencióinak. Vannak ugyan a mozgalom szintjén álló teoretikusok, de mindig inkább utólagos elemzések születnek a mozgalomról. És persze vannak olyan szerzők, akik már a 68-as mozgalmakat megelőzően meggyőző értelmezést nyújtottak a társadalomról, a munkásság helyzetéről, a fiatalok radikalizálódásáról. Ezek az elméletek viszont nem lettek beemelve egy átfogó normatív célkitűzésekkel rendelkező kritikai elmélet kontextusában. Az egyik elemzett szerző, Serge Mallet kordiagnózisa szerint a modern nyugati parlamentarizmus kimerítette a lehetőségeit. A szindikalizmus, a munkásönigazgatás megteremtése lenne a cél, a forradalmi célokat viszont nem lehet tömegpárt nélkül keresztül vinni. Bence elemzésében az Überhaupt könyv 7. vagy Kis János elemzésében az Überhaupt könyv 7. fejezetének fontos dilemmáival sajátos formájában szembesül. Marx alaptézisei alapul véve azt lehetett hinni, hogy a tőke felhalmozása automatikusan együtt fog járni a nyomor növekedésével, és az elemi léte érdekért folytatott harc is a rendszer korlátaiba fog ütközni. Marx diagnózisa óta azonban a nyugati rendszerek gyökeres átalakuláson mentek keresztül, a munkások, mint privát, individuális fogyasztók képesek lettek olyan módon kielégíteni szükségleteiket, hogy végül nem fonták maguk alá a termelés egészét. Ennek következtében a szervezett munkásság kollektív célkitűzése is megváltoztak, egy reformista politikai égisze alatt leginkább azt célozzák, hogy a rendszer fennmaradásával biztosítva legyen a szükségletek kielégítése. Kis János azonban azt a kérdést teszi fel, hogyan lehetséges egy olyan küzdelem, amely az új helyzetben megtörné a tőkés rendszer logikáját. Lehetséges-e olyan teória, amely az új helyzetben eleget tesz egy a kritikai elmélettől elvárható követelménynek, illetve követelményeknek. Egyrészt be tudja mutatni a társadalmilag megteremtett helyzet és a lehetőségek közötti óriási szakadékot, másrészt, amely új struktúrában tudományos szisztematikus igényel mutatja be egy társadalmi osztály elégedetlenségének objektív, a rendszer alapjaiba kapaszkodó gyökereit. Ezt célozná meg a radikális szükségletek elmélete, amely azt vizsgálná, hogy van-e a forradalmi mozgalomnak a neokapitalizmusban társadalmi bázisa, és hogy ez a társadalmi bázis valamilyen értelemben továbbra is a munkás osztály-e. Serge Mallet és André Gorz arról ír, hogy az állammonopolista kapitalizmus létrejöttével a tudomány termelő erővé vált, a tudományos kutatás bekapcsolódott a reprodukció áramkörébe, független értelmiségiek nagy tömegei találták magukat kvázi bérmunkás helyzetben. A munkásság jelentős tömegei lettek kivonva a közvetlen termelési folyamatból, és lát el előkészítő és ellenőrző funkciókat. Tudomány termelésbe történő bevonulása végeredményben új összetételi és új funkciókat ellátó osztályt hozott létre a felmerülő hipotézis szerint, amely nem fizikai erejével, hanem technikai ismereteinek, szervező készségének mozgósításával vesz részt a termelésben. Ekkor viszont Kis János számára egy nagy dilemma adódik. Az egyik oldalról azt kell, hogy lássa, hogy az új társadalmi helyzet a klasszikus munkásosztály szétszabdalását, az értelmiség bérmunkásságá alakulását hozza magával, az új helyzetben pedig lehetséges, hogy az elégedetlenségek differenciálódni fognak, vagy éppen becsatornázódnak egy komplexé váló társadalmi rendszerben. Másrészt viszont
Ha az új társadalmi formációt olyan osztályként jellemezzük, amely átfogó rálátással rendelkezik a társadalom folyamatára, ráadásul a döntésekbe való nagyobb beleszólásra törekszik, és hozzátehetjük, e törekvése újra és újra beleütközik a bürokratikus rendszer ellenállásába, ez az osztály, vagy csoport, vagy társadalmi formáció potenciálisan a rendszerrel szemben álló radikális szükségletek hordozójává válhat. Kérdés viszont, mivel itt lehetséges, hogy egy viszonylag szűk csoportról van szó, hogy a viszonylag szűk csoport potenciális érdekeinek azonosításában valóban felfedezhetjük-e a jövőbeli hatalmas átalakulás csíráit. Bence és Kis tanulmányai más-más értelemben ugyan, de a nyugati mozgalmak eszmei hátterével foglalkoznak. Két szerző igénye messze túlmutat ezek bemutatásánál, Bencénél és Kisnél bemutatott radikális elméletekkel kontrasztba állítva jelenik meg egy átfogó kritikai elmélet igénye, vagy egy-egy átfogó kritikai elmélet igénye, amely adekvát képet nyújt a nagy társadalmi átalakulások okairól, a lehetséges változások irányairól, a változáshoz szükséges konfliktus potenciál lehetőségének feltárásáról. A kritikai elmélet üres helyéről beszélhetünk szerintem mindkét szerzőnél. Bencénél a kritikai elmélet üres helye leginkább egy olyan elmélet határait jelöli ki, amely a Márkuzei elmélettel szemben differenciáltan mutatja be a késő kapitalista társadalom integrációinak új tendenciáit, a tudás elosztásának új tendenciáit és a belőle származó új konfliktusokat. Kis Jánosnál egy olyan elmélet felé mutat, amely az újonnan kialakuló társadalmi csoportok érdek és szükségletrendszerének lappangó, a potenciálisan elemi erővel felszínre törő érdekkonfliktusok feltárását tekinti feladatának. Bence és Kis az elemzett tanulmányaikban a nyugati mozgalmak és a diáklázadások az eszmei hátterük elemzéseiből indul ki, de ezekben a tanulmányokban végül nem jut el egy általános kritikai elmélet felvázolásához, amely lehetővé tenni egyúttal a Kelet-Európában uralkodó, kibontakozó mozgalmak és reformok átfogó kritikáját. De vajon kibontakozik az Überhaupt könyvben egy ilyenfajta szintézis? E kérdésre itt már idő hiány se tudok válaszolni. Az Überhaupt minden esetre egy hipotézis vázolnék föl, nem mond le egy kritikai elmélet megalkotásának igényéről. Kritikai elméletnek egy a hatodik fejezetben megjelenő minimum programja szerint minden célkitűzést az össztörténelmi folyamat perspektívájából kell értelmeznie. Bár a mozgalom végső célkitűzései nem vezethetők le a tudományos tételekből, társadalomtudományos módszerekkel újra és újra fel kell mérni a jelentős társadalmi változások hatásait, a célkitűzés adott körülmények közötti realizálhatóságának feltételeit. Ez azt is jelenti, sok kortárs marxista szerző intenciójától eltérően, hogy a tudományos gondolkodás világnézeti alapállástól független racionális normáiról való lemondás katasztrofális következményekkel jár az átfogó társadalom kritikai gyakorlatra nézve. A kortárs, nyugati és keleti marxista elméletek problémáit így a 20-as évekre vezethetjük vissza. 20-as éveknek a második internacionálival szembeforduló teoretikusai hitet tettek a marxizmus, mint értékterített filozófia eszménye mellett. Eközben azonban utat nyitottak olyan marxista koncepciók felé, amelyek egyrészt felbomlasztották az értékmentes társadalomtudomány koncepcióját, utat nyitott az objektív tudást megkérdőjelező ismeretelméleti hiperkriticizmus felé, ugyanakkor érintetlenül hagyták a marxi gazdaságtan alapjait. Innen nézve talán az elemzett cikkek fényében azt mondhatjuk. Az Überhaupt könyv eredetileg nem a kortárs marxista elméletek átfogó szintézisére törekszik, de nem is meghaladásukra. Sokkal inkább egy a kritikai elméletnek tulajdonított egyensúly helyreállítására. Az emancipatorikus célkitűzések fenntartására az egyik oldalról, másrészt a célok realizálhatóságát a változó gazdasági és társadalmi környezetben vizsgáló világnézeti szempontoktól független tudományos nézőpont egyidejű érvényesítésére. Köszönöm szépen a figyelmet!